3 éves lehettem, amikor kaptam egy futballlabdát a szüleimtől, és gyakorlatilag ott el is dőlt, hogy belőlem csak futballista lehet. Természetesen gyerekfejjel gondoltam ezt, hát és meg annyi buktatón keresztül, de végül is úgy gondolom, hogy elértem a gyermekkori célom és álmom. 15-16 éves lehettem, amikor megkeresett a helyi MB2-es MÁV előre, és úgy gondoltam, hogy más is elég tehetségesnek tart, hogyha ebben a korban egy MB2-es csapat hív, és akkor határoztam el, hogy még a magánéletem is alárendelem a futballnak. Videoton pálya másik felén levő Spartacus pályára kerültem. Ez csak a véletlen játéka, mert én itt nőttem fel. Tehát gyakorlatilag a Videoton pályától és a Spartacus pályától is légvonalban 100 méterre laktam. És itt futballoztam 3 évet a Spartacusban, Lechner Márton Marci bácsi irányítása mellett, és ő elengedte az útjaimat 14 és 16 éves korom között. És sokat köszönhetek neki, hogy megkeresett 16 évesen a MÁV előre, és onnan gyakorlatilag egyenes utam volt az NB1 felé. Engem mindig tehetséges játékosnak tartottak, és amikor felkerültem Pestre, pontosabban először Szentendrére a Kossuth Káfesébe, és fél év alatt észrevették a tehetségem a MB2-ben, és fél év után már a Nagy Honvédban találtam magam, a Pintér Sanyival és az Egervári Sanyival, aki most szövetségi kapitány, együtt vittek bennünket a Nagy Honvédba, és hát ott a nem történt különösebb dolog, csak felkerül a vidéki gyerek Pestre című szindróma, ugye? Beleharaptam a villamosba, mert azt hittem, hogy törökmész, tudod? És ebben az irányban elment az életem, tehát egy kicsit rossz irányban. És ezt a Honvédnál is észrevették, és kitettek az első csapat keretéből. És mielőtt szabadságra mentünk, a szűk utazókeret tagja voltam, tehát a 16-os utazókeret tagja, amire visszamentem, már a Honvéd 3-ba találtam magam. Tehát megkaptam a méltó büntetést, és már akkor 20 évesen, hogy csak úgy, hogy 4 NB1-es mérkőzést játszottam a Honvédban, így szóba került a nevem a válogatottban. Aztán ugye el is felejtettek hosszú évekre, visszakerültem Székesfehérvárra, hogy letelt a katonaidőm, és 1971 nyarán kerültem a Videótonba, és azt követően pedig úgy mondanám, hogy egyenes út vezetett a válogatottságig, csak hát addig elszállt 6-8 év, és nem 50-szer lettem válogatott, hanem csak 2-szer. január 3-án azt mondtam, hogy most teljesen más életet fogok élni. Ameddig NB1-be futballozok, az első edzéstől az utolsó bajnoki mérkőzésig egyetlen kortszeszt nem iszom, csak a téli és a nyári 2-3 hetes szünetben, és büszkén mondhatom, ha szabad ilyet mondani, hogy 1986-ig, amíg Siófokon abba nem hagytam a futballt, 13 éven keresztül ezt betartottam. És ezért is játszhattam még 37 évesen NB1-be. Ugyan jó szívvel gondolok vissza azokra a balhékra, meg a csínytevésekre, amiket csináltam, viszont nagy árat fizettem érte, mert így nem lett teljes a pályafutásom, a karrierre. Dr. Mezei György hívott engem játékos megfigyelőnek, amikor ő került a klub élére, és így kerültem vissza a Videóton vérkeringésébe, mondanom sem kell, hogy nagy-nagy örömmel. A Videóton nagyon okosan és bölcsen leszerződött Fehérváron 17 óvodával.
és testnevelés szervezett keretek között testnevelési órákat tartunk, és figyeljük az ott felbukkanó tehetségeket, felveszük a kapcsolatot a szülőkkel, és hozzuk, irányítjuk őket ide a Videotonba, mert 5 éves kortól már foglalkozunk a gyerekekkel. Áldás, békesség! Az első lépés, hogy az óvónőn keresztül felveszem a kapcsolatot vagy az anyukával, vagy az apukával, és nyilván tőlük kérdezem meg, mert ez valahol egy plusz feladat, plusz elfoglaltság a szülőnek, heti rendszerességgel kell vinni a gyereket. Ugye ez áldozattal jár a szülő részéről is, de mint mondtam, kedvezők a tapasztalatok, mert a szülők is az irányba mozdulnak, ami a mi célunk is. Középfokú UEFA végzettségem van, tehát az alapokat megtanultam, és tudatosan nem képeztem magam tovább, mert tudtam, hogy nekem ez a végállomás a gyerekekkel való foglalkozás. De úgy gondoltam, hogy, és a mai napig is ezt hiszem és vallom, hogy az én közegem az 5-6 éves korosztály. Első szülött fiam, Krisztián, magyar gólkirály volt. És ugye van a másodszülött fiam, a Szabolcs, aki most 24 éves. Ő NB3-ig jutott el futballban, a Krisztián után született egy lányom, akit Nikolettnek hívtak, vagy hívnak, aki kromoszoma problémával, kromoszoma rendellenességgel született 1974-ben, és néhány hét alatt a szülés után ez kiderült. Sajnos 16. születésnapja előtt 1990-ben kapott egy tüdőgyulladást, és bekerült Fehérvár a kórházba, és azt már nem élte túl, és néhány héttel a 16. születésnapja előtt meghalt. Az 1000 éves iskola nagyon jó kapocs volt, és nagy örömmel mondtam igent a megkeresésre. Ezekkel a gyerekekkel az elmúlt év szeptemberre óta foglalkozom, mondom sem kell, nagyon nagy szeretettel. Kicsit ide gondolom minden egyes foglalkozás alkalmával az én lányom is, mert akár még itt is lehetne. Ezt csak tisztességesen és becsületesen lehet csinálni, tehát ezek a gyerekek, gondolom azt is észrevennék, hogy ha én unott vagyok, ha nem azonosulnék velük, tehát teljesen más hozzáállást igényel, mint úgymond egy normális óvodás csoport. Elégedett ember vagyok, mert azért vagyok elégedett ember, mert ugye ezek közhelyek, azt csinálhatom, amit szeretek. Nem unottan megyek a foglalkozásokra, örömmel jövök ki minden nap a Sóstói stadionba, mert az életem nagy részét itt éltem le. És nagyon sokáig szeretnék még a klub kötelékében, a klub alkalmazásában lenni, dolgozni és tenni azért, hogy minél több tehetséges gyerek kikerüljön, úgy a kollégáim, mint az én kezeim közül, ezzel is elősegítve, népszerűsítve Fehérvár futballját, a Videotonnak a jövőjét.